Fiatalok szeretik a rendkívüli dolgokat, csak számára a hit az unalmas dolog. De valójában a hit egy kalanddal teli utazás. De ha nincs bátorságunk elindulni ezen az úton, lelkünk legmélyéktől Isten szeretetének a felismeréséig, mindig olyanok leszünk, akik a YouTube-on úti videókat néznek, és aszerint ítélnek meg egy helyet. A hit egy utazás, el kell indulni rajta. El kell indulnod rajta, fel kell fedezned. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindenkit nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök a Szatmárnémeti Székesegyház sekrestyéjéből. Az én nevem Dali Attila. 1995. április 26-án születtem Nagybányán, tanulmányaimat szülővárosomban kezdtem el. Majd a Hám János Római Katolikus Teológiai Liceumban Szatmárnémetiben érettségiztem, és ezt követően 2014-ben felvételimet kértem a Gyulafehérvári Papnevelő Intézetbe. Itt hosszú éveken keresztül képződtem, szellemiekben és lelkiekben fejlődtem. Majd 2021. július 3-án a Szatmári Székesegyházban Schönberger Jenő püspök atya pappá szentelt. Ezt követően augusztus 1-től ugyan itt a Székesegyházban teljesítek segédlelkészi szolgálatot. Ugye az én élet hivatás történetemben nincs semmi rendkívüli dolog, egy hétköznapi, de Isten szeretete vezérelt élettörténetem van. Nincs benne különleges elemek, nincsenek benne nagy megtérések, hanem azok a hétköznapi apró Isten felé fordulások, amelyek vezettek és vezetnek életem útján. Meg vagyok győződve arról, hogy mindenki szereti a rendkívüli dolgokat hallgatni, hiszen én is ugyanúgy szeretem. Én is szeretek rendkívüli történeteket hallani, élettörténeteket, amelyekben Isten szeretete különös módon megmutatkozik. Ilyenkor szoktam érezni azt, hogy Isten egészen közel jön az emberhez, egészen közel engedi magát. Az ember. De milyen érdekes, hogy az ember az emberből marad, és a bűnt azért nyomja a lelk, és el is kíséri az életet. Olyan apró dolgokról beszélek, amelyek úgy lassan-lassan, hogyha nem figyelünk, le tudnak téríteni a jó útról, amelyre Isten meghívott minket. Ilyen például az irigység. Teljesen hétköznapi dolog, de ehhez a történethez kapcsolódva én irigykedve szoktam hallgatni azért az ilyen csodálatos megtérés történeteket. Irigykedek és kérdések merülnek fel bennem, hogy miért nem engem választott ki az Isten, miért nem engem szólított meg ilyen csodálatos módon, miért nem nekem mutatkozott meg ilyen módon. Idő kellett ahhoz, hogy rájöjjek, hogy nekem nem volt szükségem, hogy ilyen módon megtapasztaljam Istennek a jelenlétét az életem. Hiszen Isten mindenki felé úgy fordul és abban az élethelyzetben szólítja meg, amelyben van, amikor a legnyitott arra, hogy meghallja az ő hívó szavát. És nem csak meghallja, hanem befogadja szívébe, engedje azt. Hétköznapi dolgok azok úgy megszokottá szoktak válni, nem is érdekesek. De mégis, hogyha képesek lennénk ebben, és én is mondom saját magamnak, ha képes lennék a hétköznapi dolgokban meglátni Isten csodálatos működését, sokkal egyszerűbben tudnám a bűnt és a bűnre vezető alkalmat kerülni. Hogyha megtapasztalnám azt, hogy mit jelent, hogy Isten engem a hétköznapokban is szeret. Isten mellettem van, amikor minden jól megy az életemben, amikor boldog vagyok, akkor is ott van, fogja a kezemet, és nem engedi el azt. De ilyenkor nem szoktunk Isten felé fordulni. Ilyenkor megfeledkezünk Istenről. És talán én azt mondom, hogy ezek az Isten szeretetének a megmutatkozásai az életünkben, amelyek által lehet mondani azt, hogy ezek a hétköznapi megtérések, Isten felé fordulások, hogy látom Isten gondviselő kezét az én hétköznapi, talán boldog életemben. Az évek múlnak, megpróbáltatásokkal teliek. Ezt tapasztaljuk a világ. Sokszor feltevődik a kérdés, hogy hol van Isten a bajban? Isten a bajban ott van mellett. Ott van azokon keresztül, akik segítő jobbot nyújtanak neked, ott van a lelki erődben, hogy igenis tudsz tovább menni, és ott van abban a megtérési szándékodban, amely elhatározott, hogy felé fordul. Isten ott van az életed. Nem kellenek rendkívüli csodás megtérés történetek a te életedbe, hanem az egyszerű Isten felé fordulásra van szükséged. Arra, hogy lásd a hétköznapokban Isten szeretetének
csodálatos jeleit az élet. Ferenc pápa nagyon szépen megfogalmazta, hogy mi a megtérés. Azt mondta, hogy a rossztól a jóhoz, a bűntől Isten szeretetéhez fordulni. A megtérés Isten szeretetének felismerése. Bátorság kell hozzá, hogy elinduljunk el ezen az úton, de én hiszem azt, hogy megéri. Áldott nagybőti készületet mindenkinek.